Önök a szlovákiai Szepsi és a Magyar Zemplén Televízió közös hírműsorát látják, üdvözlöm nézőinket! Több volt kelet-közép-európai államfő vett részt Rudolf Schuster, egykori szlovák miniszterelnök, 80. születésnapján Kassán. Az ünnepségen részt vett Orbán Viktor magyar kormányfő is, aki egy régi repülőgépet ajándékozott Schusternek. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett, Rudolf Schuster volt szlovák államfő 80. születésnapja alkalmából tartott ünnepségen Kassán. A Kassai Állami Színházban az ünnepi balett műsor a Carmen előtt a magyar kormányfő is tolmácsolta Magyarország üdvözletét. Történt mindez a sajtó kizárásával. Az ünnepségen jelen volt többek között Emil Constantinescu, volt román elnök, Leonid Kucsma, Ukrajna korábbi államfője, és Alexander Kwasniewski, Lengyelország volt elnöke is. Másnap a delegáció megtekintette a Kassai Repülés Történeti Múzeumot. Toto múzeum ďaká pánovi prezidentovi sa stalo majetkom Slovenského technického múzea. Rudolf Schuster volt államfőnek, a magyar miniszterelnök egy repülőt ajándékozott. A múzeumi tárgy majd fokozatosan darabonként érkezik Kassára. Egyelőre a kormány szárnyat adta át Orbán Viktor, akinek látogatása teljesen magánjellegű volt, ezért a sajtónak sem nyilatkozott. De egy kívánságát azért megosztotta velünk. Én is szeretnék 80 évig ilyen. Narodeniny som mal 4. Toto je sympózium, ktoré je robené na počest toho, že Európska únia a svet prepojenie má byť. A ja si myslím, všetci, ktorí tu boli, aj tí prezidenti, že na tú tému hovorili. Takže budeme sa snažiť aj do budúcna. Teraz pripravuje také sympózium pán prezident Kwasniewski v novembri. Takže ja myslím, všetci, ktorí tu boli, to hodnotili pozitívne. A közvélemény is pozitív volt a találkozót illetően, persze volt, aki nem tudott az eseményről. Vôbec som to nevidela, ale po ceste som videla kolónu aut a mám pocit, že som videla aj pána prezidenta bývalého. Určite je to pekne a že shodovokonsti aj ja som tu, že vidím, aj už som v televízii videla všetkých, čo prišli ako prezidentovi bývalému gratulovať. Fakt, že aj niečo aj v tých Košiciach je, nie len vždy všetko v Bratislave ako, a vďaka pánu Schusterovi. Vďaka nemu aj za to krásne mesto, za tie úpravy, čo urobila. Vždy vedel dotiahnuť tu aj významné osobnosti. A vendégek születésnapi látogatása a Schuster család Mecenzéfi Kinematográfiai Múzeumának megtekintésével ért véget. Ebben az esztendőben 12 sátoraljaújhelyi középiskolás kapja meg Sátoraljaújhely polgármesterének ösztöndíját. A díj anyagi forrását a Sátoraljaújhely gyermekeiért alapítvány biztosítja. A város vezetője a 4 középiskola tanári testületére bízza a támogatott diákok kiválasztását. Egyetlen feltétel, hogy helyi fiatal kaphatja meg azt. Évek óta szerette volna segíteni a sátoraljaújhelyi tehetséges diákokat, és idén a gyermekeinkért Sátoraljaújhely alapítványon keresztül el is indít egy új ösztöndíjrendszer Szamosvölgyi Péter, jelentette be mai sajtótájékoztatóján. A támogatását ebben az évben 12 diák élvezheti. A 4 középiskola havonta jelöl ki egy diákot, akik 15 ezer forintot kapnak. Így a 4 intézmény 3 diákot jelölhet. A cél a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók segítése. Ez egy nagyon jótékony hatást fejt ki annak okán, hogy a diákoknak, a szülőknek hozzájáruljunk egy-egy hónapban a tanulási kiadásainak a csökkentéséhez, és ugyanakkor elérjük azt, hogy egy egészséges versenyszellem is kialakuljon. Másrészt azt gondolják és azt érezzék a fiatalok, hogy odafigyelünk rájuk, még ha egyelőre csak szimbolikusan is, és hát azért kimondva kimondatlanul ezért azt is elvárjuk, hogyha lesz olyan munkahely, lesz olyan lehetőség, amit majd az iskola az egyetem elvégzése után itt fel tudnak nekik ajánlani, akkor szülővárosukat vagy lakóhelyüket választják és visszajönnek Sátoraljaújhelybe.
Az ösztöndíj kezdőtőkéjét Ignác András vállalkozó biztosította, aki a további években is támogatni kívánja ezt a célt. Az alapítvány, amelynek elnöke a polgármester, más forrásokat is szeretne felkutatni az ösztöndíj kiterjesztésére. Úgy tervezik, hogy az iskolák által kijelölt diákok egész évben megkapnák az ösztöndíjat. Nem csak iskolánként 3 alkalommal egy éven belül, hanem 12 hónapon keresztül a kiválasztott diákok kapják majd az ösztöndíjat. Most ugye 15 000 forinttal indul. Lehet, hogy jövőre is ennyi marad, csak azt szeretnénk, hogy minden diák minden hónapban megkaphassa majd ezt a díjat. Ezt persze fel kell tölteni erősen a bank számláját az alapítványnak. Törekedni fogunk az éven, hogy a 2016-ban így indíthassam el ezt a már fejlesztett és nagyobb forrással rendelkező programot. Az első ösztöndíjast a Kossuth Lajos gimnázium növendékei közül jelölik ki hamarosan. A Kassai Szent Erzsébet Székesegyházban a Fonó zenekar fellépésével szervezték meg a Kulturális Főváros Program magyar konzulátusi zárórendezvényét. A Kassai Magyar Képviselet az elmúlt esztendőben 24 programot szervezett az Európa Kulturális Fővárosa Kassa rendezvény sorozaton belül. Magyarország Kassai Főkonzulátusa a Kassai Kulturális Főváros Program keretén belül megrendezte a konzulátus záró rendezvényét. A Szent Erzsébet Székesegyházban teltház előtt mutatkozott be a budapesti Fonó zenekar. Én azt gondolom, hogy a főkonzulátus teljesítette a küldetését, feladatát, sőt túl teljesítettük a feladatunkat, hisz kezdetben egy 16 rendezvényről volt szó, amit felvállalunk, és így évvégére 24 rendezvény lett belőle. Nagy örömmel szerveztük a feladatokat, ezért is vállaltuk azt, hogy ha egy-egy új program jelentkezett, akkor azt befogadtuk és megszerveztük. A záró rendezvényt megtisztelte Németh Zsolt, Magyarország külügyi államtitkára is. Az államtitkár a konzulátuson találkozott a szélesebb térség magyar vezető politikusaival, és részt vett egy magyar nyelvű szentmisén a Kassai Dómban, ahol koszorút helyezett el II. Rákóczi Ferenc és Bujdosó társai hamvainál, valamint egy adventi református istentiszteletre is ellátogatott Abaújszinára. Gondolom, hogy elismerés illeti Kassa városát, hiszen 2013-ban nagyon sikeresen bonyolította le az európai kulturális fővárossal járó összes feladatot, és elismerés illeti nem csak a főkonzulátust, hanem az összes kassai magyar szervezetet, közösséget, aki kivette a részét abból, hogy megjelent a kulturális fővárosi programban a magyarság. És úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez nagyon szépen föltette az íjre a pontot, hogy a Szent Erzsébet katedrálisban, a Kárpát-medence legszebb gótikus katedrálisában egy olyan népi karácsonyi műsort adott a Fonó Együttes, amely bizonyította azt, hogy számunkra azok az értékek, amit Szent Erzsébet megjelenít, a szeretet, a szolidaritás, ezek fontos értékek, mi erre alapozzuk a politikánkat, és erre akarjuk a magyar-szlovák együttműködést is alapozni. A szlovák-magyar együttműködést a helyiek is komolyan gondolják, aminek ékes bizonyítéka, hogy Kassa megyében a Magyar Közösség pártja kapta meg az egyik alelnöki helyet. Zakariás István megyei alelnök szerint a helyi ügyek mellett legalább annyira fontos, hogy a konzulátuson keresztül Magyarországgal is jó kapcsolatot ápoljanak. A bérletes fürdőzők mellett sok alkalmi vendég is igénybe veszi a sárospataki úszoda szolgáltatásait. A fedett medence üzemeltetése mellett a végardó fürdőben már a nyári szezonra készülnek. Az általános karbantartáson túl a kemping területén új vizes blokkokat alakítanak ki, és a tavaly megvásárolt üdülő fejlesztése is folyamatban van. Jól indult az év a sárospataki strandfürdőnél. A tavaly évvégén megkezdett 2014-es évre szóló bérletek árusítása sikeres volt, hiszen a mai napig 230 darabot értékesítettek belőle. Az ára az elmúlt évhez képest nem változott, hangsúlyozta az ügyvezető, vagyis idén is 32 000 forintos egységáron lehet éves bérlethez jutni. Ez azt jelenti, hogy a bérleteseknek naponta 87 forintba kerül a belépés a termálfürdőbe.
Benkő Barnabás Zoltáné arra is kitért, hogy a helyieken túl egyre több új helyi lakos és szlovák állampolgár is éves bérlettel vesz igénybe a fürdőszolgáltatásait. A januári forgalmi adatok is bizakodásra adnak okot. Forgalom meglepő módon az éven nagyon szépen alakul, nagyon sok gyerek jön úszni, és a gyógyúszásba is megnövekedett a létszám, és a sárospatakiak az éves bérlettel szinte napi rendszerességgel elég szép számban járnak, valamint hétvégeken főleg a szlovákok azok, akik betöltik a sátor alatti medencéket. A tél ellenére a pataki fürdőben már megkezdték a nyári szezonra való felkészülést. Természetesen a gépházakban szükséges teendőket ellátjuk. Szűrőgyertyát cseréltünk a több célú medencénél, ez is jelentős pénzigényű. Azon kívül a kempingben tervezünk egy kisebb fajta felújítást, a világítást szeretnénk megoldani a kemping területén és az áramvételezési helyeknek a számát bővíteni, azon kívül szeretnénk a vizes blokkot megújítani. Jelenleg is fejlesztés alatt áll a tavaly megvásárolt üdülő, melynek Végardó szálláshely lett a neve. Itt a tavalyi év során elkezdődött a hőszigetelés kialakítása, a fűtésrendszer már elkészült, még a gáz bekötésére várnak. Az új szálláshely így a téli időszakban is forgalomképes lesz, az alsó szinten található nagyméretű termét pedig rendezvények helyszíneként is tudják majd hasznosítani. Befejeződtek a 44. Fábri Zoltán közéleti napok, melyet a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Szepsi szervezete rendezett. A rendezvényt előadások, diákprogramok, tematikus utak színesítették. A két háború között ide elsősorban a II. Világháború utáni szlovákiai magyar irodalmi élet vezérszónoka, a Csemadok örökös tiszteletbeli elnöke, a rendezvényi névadója. Fábri gyakran tette fel a kérdést, hogy van-e méltó helyünk az országban, helyünk a szülőföldünkön. A záró rendezvény is e címszó alatt zajlott. Amikor a szlovákiai magyarságnak a száma, vagy azoknak a száma, akik magyarnak vallják meg, a Szlovákiában radikálisan csökkent, valahogy ki kell mondanunk, mi az elképzelésünk, hogy mi a helyünk egy országban. Mi a helyünk a szülőföldünkön, ott, ahol őszintén remélem, hogy egyenjogú polgárként tudunk érvényesülni, és ezt a lehetőséget megadni a jövőben az utánunk következő generációknak is. Előadások, diákprogramok, tematikus tanulmányi utak színesítették a közéleti napok programját. Nagyon fontosak ezek a fórumok, még hogyha sokszor kamara jellegűeknek tűnnek is, nagyon fontosak, mert fontos dologról beszélünk. A záró rendezvényen többek között szó volt az új szó napilap küldetéséről, de a szlovák-magyar megbékélésről, történelmi sérelmekről egyaránt. Ajánlom mindenkinek, hogy mondja büszkén, hogy én szlovák vagyok, hogy én magyar vagyok, mi együtt közép-európaiak vagyunk, és a többiekkel együtt, mint közép-európaiak építjük ezt az Európát. A Fábri napok az író Szepsi szobrának megkoszorúzásával értek véget. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium két kiállítás megnyitóval indította el azt az ünnepség sorozatot, mely az iskola fennállásának 225. és névadójuk halálának 120. évfordulójára hirdettek meg. Az első kiállítás régi fizikai kísérleti eszközöket mutat be, míg a másik tárlat az intézmény tulajdonában lévő muzeális értékű könyvekre hívja fel a figyelmet. Ez utóbbiak bemutatásában Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa közreműködött. Kettős évfordulót ünnepel idén a Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola fennállásának 225. névadójuk Kossuth Lajos halálának 120. évfordulójára egész éves rendezvénysorozattal emlékeznek meg. Két kiállítással nyitották meg ezt a sorozatot. Az elsőben régi fizikai kísérleti eszközökkel mutatják be az iskola természettudományos oktatásának régmúltját, a másikban az intézmény könyvtárában lévő muzeális értékű könyvekre hívják fel a diákok, pedagógusok, újhelyiek figyelmét. Az intézmény értékeire való fókuszálás, figyelemfelhívás az egész évet áthatja majd, hangsúlyozta az iskola vezetője. Így tehát egy olyan programsorozatot indítunk a mai alkalommal útjára, amelynek során hát nem csak magunkat mutatjuk meg, hanem feldolgozzuk a történetünket gyerekek által, volt diákokat hívunk előadásokat tartani. Én úgy gondolom, hogy mire az ünnepélyes tanévnyitóhoz ér,
visszatérünk 2014. szeptemberére, addigra már mindenki fogja tudni Sátoraljaújhelyben és a környéken, hogy micsoda nevezetes évhez érkeztünk. A régi latin és német nyelvű muzeális értékű könyvek tálatát dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának főigazgatója nyitotta meg. Az egyetemi tanár rávilágított arra, hogy ezek a könyvritkosságok olyan nemzeti értékek, amelyekre méltán lehet büszke az intézmény, kutatásukra, feldolgozásukra segítséget is ajánlott. A legrégebbi részét, ez azt jelenti, hogy 1851 előtti dokumentumokat egész biztos, hogy én is segítek feldolgozni, fogunk ide jönni egyetemista diákokkal, és megcsináljuk a rendes katalógusát. Ezt szerintem ki is fogjuk adni, majd megpróbálunk a környék vállalkozóinál is kilincselni, mert igazából nem nagy összegekről van szó, hogy ez meg is jelenhessen. Mindenképpen a diákokat, az itteni diákokat bevonva ezt meg lehet mutatni a világhálón. A kiállított könyvritkaságok a Kossuth Lajos gimnázium könyvtárában márciusig minden nap délután 2 és 3 óra között megtekinthetők. A Csemadok rendezvényeként Szepsiben és Buzitán rendezték meg az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált. A 15. találkozón a színészeknek néhány napos tanfolyamot is szerveztek. A fesztivál hivatalosan Egressy Béni kántortanító, zeneszerző, színész szobrának megkoszorúzásával vette kezdetét. A rendezvény fővédnöke Balázs Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész volt, aki ünnepi köszöntőjében a mai Egressy Béniknek azt üzente, hogy tália szorgalmas követőiként folyamatosan képezzék magukat, és ne féljenek áldozatokat vállalni. A folyamatos képzéshez a szervezők a fesztivál ideje alatt egy tanfolyammal is hozzájárultak. Ez is záloga lehet az egyre jobb színvonalnak. Mindenféle udvariaskodás nélkül azt mondhatom, hogy valahányszor itt voltam Szepsiben, mindig fejlődést tapasztaltam, és most, amit most láttunk a 3 nap alatt, nagyon elfárasztott ugyan minket, de nagyon boldoggá tett. Nagyon-nagyon remek színvonal volt. Az idén is kiosztották a Mics Károly életműdíjat, melyet Szvorák Zsuzsa, az elismert füleki pedagógus és közszereplő sokéves színházi szervező és rendező tevékenységéért vehetett át. Szvorák Zsuzsa a szívöröm érzésére építette köszönő szavait. Érezzétek a mindjárt azt, amit most én is tőletek kaptam. Köszönöm. A fesztivál fődíja a Kis Duna mentére Jókára került Szigligeti Ede Lilionfi című vígjátékáért. A néző önkéntelenül is a televízióból ismert filmhez hasonlíthatja az ilyen darabokat, hangzott el a szakvéleményben, de a jókaiak nem ijedtek meg a kihívástól, és jól is tették. Megvan a kockázata mindig az ilyen daraboknak. Csapatom! Nem vagyunk visszajárók, de harmadszor vagyunk itt. Nálunk tovább tart egy darabot begyakorolni. Amíg nem ül minden a legutolsó gombostúig, addig nem vágunk neki. A nagy érdemű a 3 nap alatt közel 20 előadást láthatott, amiben verseny és vendégprodukciók is voltak egyaránt. 2 turisztikai attrakció megvalósulására nyílik lehetőség Zemplénben a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából. 500 milliós pályázat révén jelentős fejlesztések kezdődtek meg Sárospatakon és környékén. A vár területén már látható az ágyúntű műhely épületének váza, melyet az eredeti helyén rekonstruálnak. A munkálatok ez év tavaszára várhatóan befejeződnek. Több szempontból is sikeres évet zárt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum a Sárospatakon. Az igazgató elmondta, hogy egy 500 milliós pályázatot nyertek el, melynek kapcsán egy turisztikai fejlesztés kezdődött el, és várhatóan jövő év áprilisában be is fejeződik. A pályázaton belül Sárazsadányban egy néprajzi élményközpont kiépítésén dolgoznak, míg Sárospatakon, a várkertben, az ágyúöntő műhely épületén folynak a munkálatok. Az építkezések augusztus végén kezdődtek el. Ez az év egy olyan előkészítő év és egy építkezési év, ami azt jelenti, hogy a következő évben egy jelentős, pontosabban 2 jelentős területegységgel bővül majd múzeumunk. Itt a várkertben ebben az évben, illetve a következő év első hónapjaiban megvalósul a ágyöntő műhely
rekonstrukciója magának a munkafolyamat, döntött biztosító részeknek a rekonstrukciója. Mindez egy befogadó egységet jelent majd, mely kívülről egy modern épületet takar, belülről pedig egy időutazáson vehetnek majd részt a látogatók. Tulajdonképpen ez egy olyan állapotot látunk, ami, mint mondtam, félkész állapot, és maga az épület, ennek az acélszerkezete a későbbiekben nem lesz látható, egy üveg, illetve fa lamellaborítást kapnak a külső homlokzatok, így távolról szemlélve ez egy meglehetősen homogén hatást mutató, de kétségkívül modern vonalvezetés és modern anyagokból készült védőépület lesz. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy itt nem az épületen van elsősorban a hangsúly, hanem azon a tartalmon és azon a belső építészeti megoldásokon, amik ebben az épületben láthatóak lesznek. Az ásatások során feltárt maradványokkal az ágyúöntés különböző technológiai folyamatait szeretnék bemutatni az érdeklődőknek az eredeti helyen. Az építészeti rekonstrukció a bronzolvasztó kemence teljes visszaállítását jelenti, illetve a hozzá kapcsolódó faszerkezetek és csigarendszerek helyreállítását is. Az épület kétszintes lesz, melynek a különböző tereiben az ágyűöntés előkészítő folyamatait, mintázását is szeretnék bemutatni. A Magyar Kultúra Napi rendezvény kettős ünnep volt Szepsiben. A gyönyörű műsor mellett a résztvevők első kézből kaptak információt arról, hogy a magyar kormánynak köszönhetően új magyar iskola épül Szepsiben, aminek idén megkezdődnek az építési munkálatai. Az új tanintézmény zöldmezős beruházásként alapítványi kezdeményezésre egyházi támogatással, Magyarország anyagi segítségével valósul meg, amiben a tervek szerint 2015. szeptemberében indulhat meg a tanítás. Jelentette be péntek este Szepsiben a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Én azért jöttem ide ma nagy örömmel, mert amikor van egy ilyen erős helyi akarat, egy ilyen erős helyi kezdeményezés, akkor a magyar kormánynak igazából nincs is választási lehetősége. Csak egy lehetősége van, hogy támogassa ezt az akaratot, és mögé álljon egy ilyen kezdeményezésnek. És én számomra nagy öröm az, hogy látjuk azt, hogy egy helyi akaratból hogyan épülhet a jövő. A városi önkormányzat a telket biztosítja, az alapítvány az építkezés kivitelezését és az ingatlan fenntartását vállalta magára. Az egyházak pedig zálogai lesznek a minőségi oktatásnak. A beruházás költségeinek mintegy felét már folyósítani tudja a magyar kormány. Mi mindent meg fogunk tenni városban, alapítványban, iskolában, annak érdekében, hogy ez értelemszerűen és jól legyen felhasználva. Az új tanintézménybe eddig mintegy 200 diák jelezte felvételét. A kezdeményezők a minőségi magyar oktatástól a térségben felgyorsult asszimiláció megállítását is remélik. A Himnusz megírásának évfordulójára rendezett Magyar Kultúra Napja a Városi Művelődési Központ nagyszabású és sikeres rendezvénye volt, amelyen elsősorban a művészetek helyi ápolói és pártolói mutatkozhattak be. A Csemadok ezen a rendezvényen adta át a Magyar Helytállásért díj Torna Abaújban című elismerését Weisser Eszternek és Horváth Sándornak. A rendezvényt számos magasrangú magyarországi és szlovákiai vendég is megtisztelte. Pozsonyból jött emberként egy óriási eufóriát, lelkierőt, elszántságot, élni akarást tapasztaltam itt Szepsiben. Egy nagyon felemelő műsor folyam volt itt a Magyar Kultúra alkalmából. Sátoraljaújhelyen is támogatja a legkisebbek korcsolya oktatását a Magyar Korcsolyázó Szövetség. A helyi óvodák bevonásával indultak el az ingyenes korcsolya órák. A szakedzőt, a szövetség, a pályát és a felszerelést a Zemplén Kalandpark biztosítja a gyerekeknek. A cél, hogy minél több fiatal kedvelje meg ezt a sportágat, a tehetségeseknek pedig lehetőséget biztosítsanak a fejlődésre. Mindenki próbál lassan felén jönni a kopogással, lassan felén jönni a kopogással. Tartja oldalt a kezét, tartja oldalt a kezét. Az első órán még sok volt az esés, de lassan megtanultak megállni a jégen a legkisebbek is. Sátoraljaújhelyen, mivel a város rendelkezik műjégpályával, a Magyar Korcsolyázó Szövetség úgy segíti a korcsolyasport népszerűsítését, hogy szakedzőt biztosít az oktatáshoz. A legkisebbek oktatása játékosan az alapoktól indul. A cél, hogy minél több gyerek szeresse meg a korcsolyázást. Egy óvodás csoportban gyakorlatilag játszunk a jégen, mondókákkal és egyéb dolgokkal színesítve
a jégen való tartózkodást, és emellett igen, a legfontosabb, hogy olyan biztos alapja legyen az esés, a megállás, a testtartás, a feszes felsőtestnek a tartása, hogy ezután majd erre alapozva majd komolyabb dolgokat is tanulhassanak. Tehát itt elsősorban először akármilyen furcsa esni tanulunk, és aztán majd menni a jégen, és aztán jönnek a különböző figurák. Az óvodások minden héten intézményenként beosztva egy-egy órát töltenek a jégpályán. Az oktatás ingyenes, a Zemplén Kalandpark felszerelést is biztosít azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs korcsolya cipője. Ezért kérjük a szülőket, hogy aki tudja, az szerezzen be korcsolyát, hogy ne menjen azzal el a gyakorlási idő, hogy itt állítgatjuk a korcsolyát, hanem 45 percig valóban a gyerekek a jégen lehessenek, de akinek nincs korcsolyája, ott sincs probléma, akkor biztosít a Kalandpark számukra. Én azt gondolom, hogy minden kollega idejét és fáradtságát nem kimélve részt vesz abban, hogy minél többet jöhessünk, minél többet lehessünk kint a jégen, és a gyerekek szokják meg, hogy az egyik legszebb téli sport az a korcsolya. Az ingyenes korcsolyedzés mellé korisulit is indítottak a városban, így a tehetséges gyerekeknek van lehetőségük a gyakorlásra, óvodai kereteken túl is. Önök a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott híradónkat látták. A kitekintő saját honlapjának elérhetőségét a képernyő alján láthatják. Kövessenek bennünket itt is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!